Gyuri, Bence! Gyorsabban, Bence, tőlök köleg kicsi! Ez az Gyuri! Bravo! Bravo Gyuri, ezt mondta, maradjuk el! Gyerünk, Beri! Nyáron befejeződött a bosi programunk Zánkával, ami egy hónapig tartott, tehát volt szerencsém ott lenni egy hétig én is a gyerekekre, a általános iskolások is már bekapcsolódtak, tehát velük kezdődött, és a 91-es korosztályjal fejeződött be, vagy a 93-as korosztályjal fejeződött be, és idén indult újra ősszel, ismét két kisközeti tornával kezdünk, utána mennek a válogatott tornák, kisközeti és a megye válogatott, alközponti megye válogatottak, ezek 5 torna lesz idén még. Én úgy érzem, hogy jó sikert, tehát egész hónapban ment, egész júliusban ment a zánkai program. Annyi volt az újítás, még hogy most mi a Baranya Pista lett itt a iskolai sportnak a főnöke, tehát beindult, ahogy mondtam az előbb, két turnusba, kétszer egy hétbe, egyszerűen Dunántúl, egyszer pedig a keleti részen az iskolák jöttek, a diásport megyei győztesei jöttek erre a tornára. Azt hiszem, ez is jó sikerült, itt a 94-95-ös korosztály szerepelt, minden megyéből két csapattal, 2x8 fővel. Én úgy érzem, ez tényleg jó sikerült, nagyon sok ügyes gyereket láttunk, és nagyon sok kislányt láttunk, ami meglepő módon volt. És utána pedig jöttek a nagyobbak, ahol azt mondhatom, hogy a végén a csattanó az volt a legidősebbeknél, hogy a 93-as korosztályba, vagy a 92-es korosztályban, mert nem is tudom pontosan, hogy kialakítottak 3 nagy válogatottat az egész országból, és ők egy nemzetközi tornán vettek részt Zánkán, ahol a Nyugat-Magyarország válogatottjába, hál' Istennek részt vett 2 fiú, de az egyik megbetegedett, egy Dadi fiú, a Kovács Pisti részt vett, aki ott játszott, és megnyerték a tornát. A régiós válogatottak tornák azok a Fehérváron voltak, a Veszprém megye, Fehér megye, és a Komárom-Esztergom megye, tehát itt azért tudomásuk kell venni, tehát itt NB1-es klubokkal kell versenyezni, mondjuk egy Bábolának is, vagy kis csapatokkal is. A Tatabányának is nagyon nehéz volt oda helyet általán 2 gyereket vagy 3-at tudott ajánlani, de Dorogró például jóformán senki nem volt, a nagyobb városokat mondanám. Tehát ez, mondom, ez a Dadi kisfiú is, ez a 2, aki ott volt, ők is már Tatabányán futballoznak most már. Tehát azt tudom mondani, hogy tehát a megye válogatottig eljutottak, de vannak ügyesek, de ott mondom, egy Dunói várossal, egy Fehérvárral, egy Veszprémmel nagyon nehéz felvenni a versenyt. Itt Zánkán itt rengeteg felmérés van, tehát játszanak meccseket is, játszanak egymás ellen, és van pszichológiai felmérés most, ami legújabb volt, és volt rendes élettani, ahol megnézik a zsír szövettől kezdve, hogy mekkora, milyen magas lesz, milyen oxigénfelvétele van, tehát egy olyat tudnak csinálni már, ami a 10-20 forint egy főre lebontva egy ilyen vizsgálat, hogy be tudják határolni ezek kisfiú, mit tudom én, 20 évesen hány centis lába lesz, milyen izomzata rendelkezik, milyen poszton tud játszani, milyen oxigénfelvétel. Tehát meg ott vannak benne a nagykönyvben, a nagy kalapban, mert azért már akik tavaly voltak, arra is már emlékeztek a szakemberek, hogy tényleg az ügyes, és legalább tudják nézni, hogy most fejlődött vagy nem fejlődött. És plusz még játékrendszereket kell gyakorolni, tehát amit nem igazán gyakorolnak, vagy nem azt játsszák, ami előírt az UEFA előírás szerint. Tehát itt meg volt adva, hogy melyik korosztályban milyen felállásban kellett játszani. Tehát itt volt 4-3-3-as felállás, amelyik két korosztályban játszott, a két kisebb, a nagyobbak pedig 3-4-3-ba kellett játszani. Az MLS-nek van egy versenykirás, amit elfogadtak a bozsi programmal kapcsolatban, hogy minden most a megyére lebontva, tehát NB3-ban is így van már, ugye Bábolna NB3-as, NB3, megye 1 és megye 2-es csapatoknak kötelező a bosi programban részt venni. Tehát itt most a Nagy Igmánd is részt fog venni a bosi programban, remélhetőleg, tehát már itt is vannak, hát és akkor bekapcsolódnak ebbe a programba, és ugye ezáltal még több kis csemete fogja itt rúgni a labdát, és még több gyerekből tudunk majd kiválogatni olyanokat, akik tényleg ügyes, és ez lesz talán a jövő, hogy minden szép legyen, de hát itt minden adott meg, látom, szépen épül a műfű is. Megmaradt ez a 3 kis körzetünk, megmaradt a Bábolnán, az úgy néz ki, hogy Bábolna, Bana, Ács és a Nagy Igmánd, ők vannak így 4-en, és akkor van még a Tatai körzetünk, Tatával, Dunalmással és Tardossal, és Almásüzítőn van, Almásüzítő, Komárom, 2 csapattal, egy hölgy, egy teljesen lánycsapattal, ami a jövő, amit kihagytam, tehát előbb-utóbb lehet, hogy tavasszal már külön lányoknak lesz bozsi program minden korosztályba, tehát Tatán, vagy Almásüzítőn van, Almásüzítő, Komárom, plusz egy komáromi Fortuna-esen női csapattal, és van a Naszály. Múlt hétről elmaradt, mert múlt héten ugye kezdődött a suli, múlt héten kellett volna kezdenünk az első kis tornával, ez az első, jövő héten jön a második, és utána pedig már jönnek a kisközeti válogatottak tornáját, tehát a 3 kisközet összemérő elejét Almásfüzítőn, ez szeptember végén lesz, és utána pedig már jönni fog az alközponti válogatott, ahol a kisbéri alközponttal megint megmérkőzünk október közepe táján, szintén Almásfüzítőn, és akkor még az idén lesz, még itt a tél beállt elő, most májusnak azért sok műfű van már az országban, mint Fehérváron is, be fogjuk, azt hiszem, november elején, pontosan nem tudom, a megye válogatottak tornájába fejezzük be.
de van egy olyan ötletünk még itt, mint alközpont vezető, ami más megyében már indult, ugye már sok kis csemete nem tud bekerülni a kisközeti válogatottba, vagy a megye válogatottba, tehát az a tervünk, már itt alközpont vezetők megbeszéltük, hogy az már teljesen igaz, önköltségesen megy, de itt az alközpont vezetők áldását adták rá, hogy akik nem kerülnek be, akár itt a Banából is, ha van olyan gyerek, akkor mindenképpen megtaláljuk az időpontokat, hogy két hetente rendezünk ilyen kis tornákat, hol itt, hol ott, hol amott, itt és akkor még több csapattal, egy ilyen torna rendszerben, hogy ne álljanak le, hogy csak két meccset játszanak, és az egész össze meg nincsen semmi. Tehát ilyen is lesz még. Lehet, hogy Bábolnál is fogunk jönni, és jön ide, lehet Tata, tehát sok mindenki jöhet ide.